Több mint 175 ezer forintnyi adomány gyűjtött össze a 11 főzőcsapat a Kiliáni Városrészi Napon, melyet a körzet bölcsődéjének és óvodájának ajánlottak fel. A rendezvényt sportversenyek, családi vetélkedő és színpadi programok színesítették, este pedig Varga Miklós adott koncertet. 11 főzőcsapat finomabbnál finomabb étellel készült a Kiliáni Városrészi Napra. Volt őszpörkölt, gulyás és még hamburger is készült, így igen változatos ételek közül választhattak az érdeklődők. Az ebédekből befolyt összeget a Napsugárbölcsöde és a Szivárvány óvoda javára ajánlották fel. 11 csapatnak én ezúton is szeretném megköszönni, hogy eljöttek és vállalták a megmérettetést. A 11 csapat összesen több mint 175 ezer forintnyi jótékony adományt gyűjtött össze, és ebben az évben a bölcsöde és az óvoda javára közösen gyűjtöttük ezt az adományt. De ne szaladjunk ennyire előre. Nézzük, hogy a csapatoknál mi és hogyan készült. A bázis reptér csapata egy hosszabb kihagyás után tért vissza ismét főzni. Sokszor indultunk mi már ezeken a főzőversenyeken, csak az utóbbi két évben egyéb elfoglaltságaink miatt ugye nem tudtunk részt venni olyan számba ezeken a foglalkozásokon. Hát a csapatformáció az ez, és mindig így veszünk részt ezeken a főzőversenyeken. Debreceni tokányt fogunk készíteni. Sertéshúst kaptunk, természetesen van debrecenink, paprika, paradicsom, fokhagyma, só, bors, csupa magyar fűszer. Bár általában a városrészi napokon a gulyások és a pörköltek dominálnak, azért mindig lehet találni valamilyen különlegességet a kondérok környékén. A Fidelitás csapata szeret kísérletezni, újdonságokat készíteni, így volt ez most is. Hamburgert csinálunk, egy kicsit újra gondolva, igazából ugyanazt az ízvilágot adjuk vissza, ami egy pörköltbe található, ugyanazok a fűszerek vannak, csak most a pörköltet nem főzzük, hanem ledaráljuk a húst és úgy sütjük meg. Komplett sütőt hoztunk ki, és itt frissen mindenkinek az igényeinek szerint tudjuk előállítani, elkészíteni. Körülbelül hány adagot fogtok készíteni? 70 bucit vettünk, úgyhogy olyan 70-65 adaggal számolunk. A már állandó résztvevők mellett szerencsére helyi csapat is fakon alatt ragadott. Hurikán nevű csapattal érkeztünk, ez egy vendéglátóegységnek a baráti köre, úgymond, és őszpörköltet fogunk készíteni mai nap folyamán. Gyakran főznek együtt? Igen, összejövünk néha-néha, nyaranta 3-4 alkalommal is akár. Hány tagból áll a csapat? Hát jelen pillanatban 4 tagból áll. A visszatérők és a helyiek is igencsak jól főztek, hiszen a bázis repülőtér a harmadik, a Hurikán pedig a második helyet szerezte meg. A zsűri döntése alapján a legfinomabb ételt a hétvégén a Vörös Iskola csapata készítette. A délelőtt folyamán sportversenyekből sem volt hiány, foci és streetball versenyt rendeztek a Kiliáni pályán. 4 csapat nevezett, 3 a Pelctől, illetve plusz egy helyi csapat, akik szintén a Pelcén futballoznak, így 4 csapat vesz részt a tornán. Minden 4 csapat éremdíjazásban, illetve oklevéldíjazásban részesül, illetve az elsőt pedig serletdíjazásban részesítjük. Milyenek voltak a meccsek? A meccsek eddig nagyon ügyesek voltak, pörgősek voltak, komolyan vették a srácok. A streetball is a IMSK, illetve a Pápai Kosárlabda Klub szervezésében kerül megrendezésre. A felnőtteknél 4 csapat nevezett, a kisebbeknél, gyerekeknél pedig 2 csapat. Ott is mindenkit éremdíjazásban részesítünk, illetve serlegdíjazásban részesítünk. A focitorna nyertese a Pelc T csapata lett, a streetball verseny pedig a Fakezűek nevű csapat nyerte. A sportversenyek mellett a családokat is versenyre hívták szombaton. A több állomásos vetélkedőn is szép számmal indultak a jelentkezők. A családi vetélkedő 5 állomásból áll. Az első állomás az egy sportos totó, ami az idei év aktuális sport témáiról szól, főleg a vizes VB, az atlétikai VB. Ilyen témájú kérdések voltak, eddig egész ügyesen megválaszolták őket. Utána volt célbadobás, célbarúgás kiskapuba, labdavezetés szlalomba a bolyák között, illetve ugrálókötél verseny van még. Milyen feladatok voltak a családi vetélkedőm? Ilyen dobálós, meg kapura rugdasás, meg totózás. Melyik ment a legjobban? A kapura rugdolás. Milyen gyakran szoktak eljönni a Kiliáni Városrészi Napra? Minden nap, mert én itt lakom, vagy minden alkalommal én itt lakom, csak ők itt nyaralnak nálam aztán.
Hát most lehoztam őket egyet. És hogy tetszik a gyerekeknek ez a program? Hát tetszik nekik nagyon. Most már voltunk az ugrálóvárban, ott a hordólovagoltunk. Focizni is be akartam nevezni, de félt, hogy hát ha megsérül, azt mondja, nem majd otthon. Délutáni programokra visszajönnek? Igen, igen, akkor is visszajövünk. Délután színpadi programokkal folytatódott a városrészi nap, illetve a gyermekeket kézműves foglalkozás, trambulin, ugrálóvár, tűzoltó és rendőrautó bemutató és trükkös bringák várták. Unger Tamás alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője így értékelte a rendezvényt. Én azt gondolom, hogy ez a városrészi nap, ez mindig nagyon jól szokott sikerülni, és ez most is így van. Az előnye talán az, hogy egy jó helyen megrendezett városrészi napról van szó, hiszen itt a Kilián, volt Kilián lakóterep kellős közepén található, és így könnyen megközelíthető tulajdonképpen mindenki számára. De ezt leszámítva, én azt gondolom, hogy a délelőtt folyamán a 11 főző csapaton kívül, amikor elkezdtük a játékokat, már látszott, hogy nagyon sokan le fognak jönni. Nagyon jó időnk volt szerencsére, itt mindig nagyon jó idő van ezen a napon. A 11 főző csapat pedig kitartott, megtette, amit kellett, és én, ahogy most körülnézek, azt látom, hogy több százan vannak most is itt az esti programra várva. Egy-egy városrészi nap nem csak a környékbelieket tudja közelebb hozni egymáshoz, de az önkormányzat tagjai és a helyi lakók is kötetlenebb körülmények közt tudnak találkozni. Mi azt szoktuk mondani, hogy a városépítésnek ez is egy fajtája, hiszen itt is építünk, de egy közösséget építünk, és a város is közösségekből áll. Úgyhogy egy ilyen városrészi nap a városrészi közösségek számára, a közösség számára biztos egy ilyen összetartó, összekovácsoló nap, és ezt továbbiakban is így gondoljuk, hogy ez emiatt ez fontos, hogy megtartsuk. És hát valóban az önkormányzattal velünk ilyenkor kimondottan kötetlen körülmények között lehet találkozni, meg is találnak szerencsére bennünket az emberek, és ez maradjon is így. És hát nyilván szeretünk találkozni azokkal az emberekkel, akik egy közösségbe valónak érezzük magunkat, és mi is a közösség részének tartjuk magunkat. Unger Tamás alpolgármester kérdésünkre azt is elmondta, hogy milyen újabb fejlesztések zajlanak majd a város részben. Nyilván a vízműtszajolvosi rendelő felújítás ez egy kiemelt projekt, egy BMS, vagy belügyminisztériumi projekt, amit az önkormányzat kiegészített önrésszel, összesen egy 40 millió forintos beruházás, ez nyilván egy komoly beruházás itt a környéken. Én megemlíteném a játszótereket, amire büszkék vagyunk, hogy az elmúlt években sikerült a játszótereinket olyan helyzetbe hozni, olyan állapotba hozni, ami most már megfelel, úgy gondoljuk, legalábbis napjainknak. Ezeket lehet továbbiakban is fejleszteni, tovább fejleszteni, és az volt a cél, hogy ez is közösségi tér legyen minden játszótér, padokkal, asztalokkal ellátva, és ezt meg is tesszük már a város egész területén. Ami a következő hónapban vagy hónapokban érdekes lehet, az a Vízmű utcának a burkolata, ugyanis azok a munkálatok, amelyeket a Vízmű megrendelt ebben az utcában, ezek lezajlottak, és úgy néz ki, hogy szeptember elején, szeptember 4-én elkezdődhet a teljes burkolat megújítása, és hát reméljük, hogy szeptember végre, október közepére a teljes Vízmű utca egyébként nagyon esedékesen már egy jó aszfalt burkolattal rendelkező utca lesz. Mi hosszú távon nyilván erre fogunk fókuszálni, hogy az útburkolatainkat fogjuk elsősorban megújítani, illetve a járdák, amik mindenhol az egész városban fontos, hogy olyan helyzetbe kerüljenek, hogy a közlekedési biztonságot segítsék. Itt a környéken pedig korábban is cél volt, folyamatos cél, az úgymond akadálymentesítés, hogyha itt a járdákon járnak, akkor a régi építkezési stílus az egy 15 cm vagy nagyon magas szegélykövet jelentett, amelyről nagyon nehéz, viszonylag nehéz lelépni mondjuk, illetve átlépni, tovább haladni, és ennek az akadályoknak a csökkentése, a mentesítése a legfontosabb feladatunk, úgy gondoljuk még, és a zöld felületek, amik nagyon fontosak egy ilyen környéken, ilyen környezetben, ezeknek a megújítása zajlott, hogy mi elkezdtük itt a hátam mögött kicsit arrébb a sportpálya felett egy ilyen kis központ, egy kis zöld központ kialakítását. Ezt fogjuk majd folytatni, és szeretnénk ezeket padokkal ellátni, hogy aki úgy gondolja, ki tud ülni, és egy kellemes környezetben tudja tölteni az idejét. A színpadon fellépett többek közt a JMSK Gyémánt Virágmazsoret csoportja,
a Black Bunny Rock and Roll Club és a Balance Dance Team. Este Varga Miklós adott koncertet, majd retrodiszkóval zárult a városrészi nap. Pontosan, hogy honnan érkeztünk, de több mint ezer éve már e tájon létezünk. Megvívtuk a harcainkat századokon át. Még mindig Magyarországnak hívják ezt a kis hazát. Országunkat béke diktátummal tépték szét. Ezért élünk saját vérünk szomszédjaiként. A nagy világnak minden szegletében ott vagyunk. De ha nem vigyázunk egymásra, szép lassan elfogyunk. Hát épp ezért megmaradásunkért fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk. Hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Mihályházáról és Nagyteverről indultak, és körülbelül 15 kilométer megtételét követően Pápára, Szent József kápolnához érkeztek szombaton az Egy úton elnevezésű nemzetközi zarándoknap résztvevői, akik között egyaránt előfordultak fiatalok és idősebbek is. Az utat megtevőket a Szent József kápolnában frissítővel várták, majd szentmisével és agapéval zárult a program. Negyedik alkalommal vettek részt a Mária út Egyesület által szervezett nemzetközi zarándoknapon a pápai és pápa környéki katolikus plébániák. A Nagy Boldogasszony ünnepét követő szombaton a Mária út teljes hosszában Mária celtől Csíksomjóig gyalogos zarándoklat zajlott, több mint 140 szakaszon haladtak zarándokok. Ennek az Egy úton zarándoknapnak éppen az a lényege, hogy egy időben egyetlen cél érdekében ugyanúgy Szűz Mária palástja alatt zarándokolnak az emberek, és így látható és láthatatlan módon is összekapcsol bennünket ez az egész. Nem csak azokkal, akiket látunk, hanem azokkal is, akik más szakaszokon zarándokolnak. Idén Mihályházáról közel 30-an indultunk el, ez több, mint eddig az eddigi években volt. Maga az, amit ez az egész esemény megvalósít, a közösség és a közösségi érzés, az vonza az embereket. A közösséget élünk meg mindnyájan a saját kis csoportunkban is, akik például Mihályházától Pápáig zarándokolunk, egyre növekvő létszámban, mert az elejétől elindultunk most is körülbelül 30-an, itt is csatlakoznak már a borsos-győri falu végén, illetve hát az elején, ahol mi beértünk a faluba, ott is vártak ránk, és velünk jöttek a templomig, és még itt a templomnál is csatlakoznak, két tonyulakon még további emberek csatlakoznak, tehát így egyre bővül a létszám. Így a mi kis csoportunkon belül is megéljük a közösséget, valamint
tágabb közösséget is teremt ez az egész, mert legalább 150 szakaszon van ilyen zarándoklat. Hát igazából most a mai vagy idei zarándoklaton nem voltunk túl sokan. Sokan jelentkeztek, de aztán visszaléptek sajnos. Hetán jöttünk, meg hát aztán fognak a szentmisére jönni, tehát azt pontosan nem tudnám megmondani, hogy hányan fognak majd beérkezni, de tavaly ugye 20-an is voltunk, most idén csak hetán, de nem az a lényeg, hanem az, hogy akik részt vettek, azok úgy érezzék magukat, hogy valóban megvan az értelme, azok az utat, hogy végigjárják. Az elindulás 10 órára volt kitűzve, 9:30 volt a gyülekező, és akkor utána a plébánosunk, az ugori plébános Imre atya adott egy áldást, egy rövid imával indított útnak bennünket, és akkor szépen elindultunk, és hát aztán zökkenőmentesen tudtunk beérni, hogy itt voltunk időben Szent József kápolnánál. Hát az útvonal az eredetileg úgy volt tervezve, hogy Adásztevelnek jövünk, tehát Nagytevel, Adásztevel, és akkor ott aztán az Adászteveli Szőlőhegy és az Öreghegy, és akkor ott jövünk át, de most úgy alakult, hogy találtunk egy másik útvonalat, és ez az utolsó pillanatban dőlt el, már eredetileg az volt meghirdetve, hogy ugye Adásztevelnek jövünk, és akkor eljöttünk a Malomtól, már átjöttünk el, tehát kikerültük az Adásztevelli Szőlőhegyet is, meg az Öreghegyet se úgy érintettük, ahogy előző években szoktuk, hanem igaz, bementünk az Öreghegybe, de ott is a szélen jöttünk végig igazából. Ez egy összeszokott csapat, igazából van egy ima csoportunk, a Új Élet közösség, Nagyteveli Új Élet közösség, és a magját mindig a zarándoklatnak ők adják, és akkor ő hozzánk szoktak becsatlakozni, most is éppen egy házaspár csatlakozott be hozzánk, és akkor végül is ez egy megszokott csapat, aki tényleg az előző évekhez is hasonlóan együtt jövünk, és ez a közösségünknek egy kötetlen program, ugye a közösség ugye szokott hetente találkozni szombat esténként, és akkor van, amikor rendezünk kötetlen programot, és ez az zarándoklat nem csak egyben ilyen lelki program is, de mellett egy kötetlen, hogy egy kicsit túrázunk is benne. Úgy szoktunk elindulni, hogy most is az áldás után, hogy elindultunk, és akkor van egy szakasz, mi meghatározzuk, hogy ott akkor csendben vagyunk, és akkor mindenki ugye a kitűzött ugye cél, vagy hát felajánlás, ami ugye erre az évre is megvolt, ugye azt ugye felajánlottuk, de ezen kívül mindenki saját személyes felajánlást is megtehet, és akkor azon a szakaszon teljesen csendben vagyunk, és akkor az a helyzet, hogy ott mindenki saját magában, saját személyes dolgait rendezi a Jóistennel, és ugye utána pedig akkor, amikor letel megvan ez a szakasz, megtettük ezt a szakaszt, akkor utána pedig akkor általában rózsafüzére szoktuk imádkozni, most is ez úgy történt, hogy a rózsafüzért szépen elimádkoztuk, és utána egy kötetlen beszélgetés volt végig is az egész, és ez így jó, már ez az összetartás, egy kicsit ilyen csapatépítő jellege is van, és hát személyesen át tudom mondani, hogy nemrég voltam éppen Kecskeméten egy lelki gyakorlaton hétvégén, Mió Barada tartott, ez egy horvát katolikus jó ember, aki tartott ezt a lelki gyakorlatot a kis csapatával, és hát ott, amit kaptam a lelki gyakorlat alatt a katolikusságomba való elköteleződést, a szűzanyán keresztül a Jézushoz való eljutást, akkor a bűnhöz való viszonyulásomat, és most éppen ugye ez a zarándoklat éppen ugyanúgy tovább erősítette ezeket a dolgokat bennem személyesen, hogy valóban sokkal komolyabban, tehát eddig is úgy éreztem, hogy komolyan veszem az Isten való kapcsolatom, de most úgy érzem, hogy nem, hanem ennél még teljesebben engedni kell, hogy az Isten vezesse az én életemet. Milyen volt a zarándoklat? Hát felemelő érzés. Nagyon jó volt, örültem, hogy végigjártam. Még a napokban se volt biztos, hogy tényleg jelentkezem és végig fogom menni, de nagyon-nagyon jó érzés volt. Nagyon jó volt együtt menni, nagyon jó érzés volt, mikor esetleg motorosok integettek az úton nekünk, úgyhogy az együtt éneklés tényleg lelkileg feltöltötte az embert. Meg az is, hogy egy próbatétel volt, hogy igen, ennyit le tudsz gyalogolni, mikor a hétköznapokban csak üldögél az ember a munkahelyén. Úgyhogy én örülök, hogy részt vehettem ezen a zarándokuton. A zarándoklaton nem csak helyiek, hanem távolabbról érkezők is részt vettek. A zarándoklat legidősebb tagja egy 81 esztendős Mária Rádiós önkéntes volt, aki Polgárdiból érkezett a zarándoklatra.
magyarok vagyunk az első tekintetben, a szűzanya tiszteletét ne felejtsük el. És a hitünket mindenáron tartsuk meg, és azért maradjunk, azért imádkozunk, hogy a hitünket most tartsuk meg a legjobban, a jó Isten segítsen bennünket. Nagy öröm számunkra, hogy a Mária út városunkat is érinti, áthalad, és Mária rádió helyi közveti stúdiója is működik városunkban, és tudjuk, hogy a Mária Egyesület, a Mária Rádiós Egyesület működteti a rádiót is, és ez a Egyúton Zarándoklatnak is a szervezője, tehát nyilván megszólítva érezzük magunkat, hogy bekapcsolódjunk a helyzetünknél fogva is, de lelkületünknél fogva is, hiszen a szándékok, a célok olyanok, amiben teljes mértékben egyet tudunk érteni, és egyet is értünk. Örülünk, hogy vannak, akik lelkesen bekapcsolódnak. Fontos természetesen a szervezés, hálásan köszönöm Kemény Éva tanárnőnek, és Urma Andrásnak, hogy ők a két irányú Mihályháza felől, illetve Nagytevel felől szervezték az előkészületeket és az zarándokokat, segítették, hogy meg tudjanak kapcsolódni. Mindenképpen egy találkozási lehetőség és közös célért való ima, egymást is jobban megismerhetjük. Másrészt ezen a zarándok úton van idő, hogy egy kicsit az ember többet foglalkozom magával, lelkével, jó Istennel, vagy esetleg az emberi kapcsolatait mélyítse, erősítse. Így bízom benne, hogy ez az igény jövőre is megmarad, és a hívó szóra ugyancsak jönni fognak zarándokok. Idén az Egyúton zarándoklatot a gyermeket várókért ajánlották fel, mondta el Salgó Ferenc atya. Tavaly a születendő gyermekekért ajánlották fel, az idén pedig a gyermeket várókért, szülőkért, és ez nagy, jövőre pedig az édesanyákért lesz, már előre már tudjuk a közös szándékot, ami ugyancsak mondhatjuk, hogy a szívünk közepén van, és szívesen társulunk ehhez. Tudom, hogy vannak olyanok, akik nagyon szeretnének gyermeket, és ma hosszú időn keresztül nem sikerül, próbálkoznak, nem adatik a gyermekáldás. Ugyanakkor a Szentírás tanúskodik arról, és a Szentek Élet Egyházi hagyományunk is, hogy sokszor rendkívüli módon Isten ajándékaképpen olyankor kapnak gyermeket, a gyermeket váró szülők, családok, amikor már szinte nem is remélik. Hát így volt Zakariás főpap, aki szinte nem akarta elhinni, mikor Gábor angyal tudomására hozta, hogy imádságotok meghallgatást nyert, és fiú fog születni családotokban, vagy Sámuel is így született. Vagy hát Szent Anna és Szent Joakim is ugyanilyen nagyon várt a gyermekáldást, és nagy ajándékot kaptak a szűzanyában mindannyiunknak az örömére is, ajándékára. Tehát egyrészt rájuk is gondolunk. Gondolunk azokra is, akik valóban várják, akár már olyan nagyon közel, hogy számolgatják a heteket, hónapokat, hogy megérkezik a gyermek, készülnek az ő fogadására. Vannak, akik nagy örömmel és nagy várakozással, vannak, akik talán sokféle aggódással is, mert elég sok hiányosság van, akár a lakáskörülmények, vagy éppen az életkörülményeik is nehezek. Szeretnénk segíteni őket is imával, odafigyeléssel. Mindenképpen szeretnénk a családot erősíteni, a családi közösséget, és ezzel hát a jövőt szolgálni, az élet ajándékát, hogy azt nagy szeretettel befogadva, fölnevelve erősödjön egyházunk, társadalmunk, nemzetünk egyaránt. A zarándoklathoz kapcsolódó szentmise 3 órakor kezdődött a Szent József kápolnában. Az alkalom főcelebránsa dr. Mail József apát plébános volt. A szentmise után agapét tartottak a zarándoklat zárásaként. A nyári szünet utolsó időszakára is szervezett tábort a gyermekeknek a Jókai Morművelődési és Szabadidőközpont. Múlt héten a mazsorett és a lovastorna iránt érdeklődő fiatalokat várták a kurzusok. A délelőtti tematikus foglalkozásokat délután kötetlenebb programok strandolás váltotta, ezzel kínáltak a szervezők tartalmas elfoglaltságot a szünidőre.
A nyári időszakban 7 csoportban, 4 turnusban 5 tematikus tábort indítottunk, és így mindösszesen több mint 160 gyermek részesülhetett ebben az élményben, a táborozás élményében. Számokban röviden ennyit kell tudni a JMSK-s nyári táborokról. Müller Orsolya, kulturális szervező elmondta, hogy a vakáció idején lovastorna, pónilovaglás, kreatív kezek, mazsorett és ökotábor várta a gyerekeket. A lovastorna is népszerű a résztvevők körében. Én nekem az nagyon tetszik, hogy ilyen jó gyakorlatokat csinálunk, nagyon izgalmas ez a tábor. Én is megköszönném a szüleimnek, meg a táboros tanároknak is. Nekem a lovaglás ebben a táborban a legjobb, mert szeretek lovagolni. Egyébként is lovagolsz? Nem, csak itt. A tábor 5 napja alatt a résztvevők belekóstolhattak a lovastorna alapjaiba. Ez gyakorlatilag a lovastornából egy ízelítő, hiszen ez a lovastorna elég hosszas folyamat, ezek nagyon nehéz gyakorlatok, elég sok idő az elsajátítása, így inkább ez csak egy kis belekóstoló beletekintés. Egyensúly gyakorlatokat csinálunk, játékos feladatokat, amik az egyensúlyt fejlesztik, labdázást, karika átadást, ez mind kialakítja az egyensúlyt a későbbi nehezebb gyakorlatokhoz, illetve a lovastorna feladatokat is elkezdjük, de ebből is próbáljuk először az egyszerűbbeket, ilyen térdelés, elfordulnak hátrafele úgynevezett malommal, lehasalnak alóra, tehát amik viszonylag egyszerűbben kivitelezhetőek, ugye ez így is nekik ez nehéz. Mire jó a lovastorna? A lovastorna egyrészt önmagában is egy önálló sportág, tehát ez is maga egy versenysportág, illetve szeretjük használni a lovaglás előtti alapozásnak is, mivel az egyik legjobb egyensúly alapozó gyakorlat ez a lovastorna. Itt látunk hordókat is, akkor ez az alapozás alapozása? Így van, igen. Ezek gyakorlatilag mint műló szerepelnek. Ugye ez azért van, hogy ezeket a gyakorlatokat végrehajtani, amíg nem tudják, hogy hogyan kell, először ezeken a műlovokon gyakorolják be. Ez azért van, hogy ugye feleslegesen ne terheljük a lóhátát, hiszen amíg nem jó a mozdulat, rossz helyre térdelünk, az fájdalmas a lónak, ezért megtanulják, hogy hogyan kell kivitelezni ezen a műlovon, és utána megyünk át a lóra, és gyakoroljuk ezt a lovon. Milyen gyakorlatokat végeztek? Olyan, hogy így, így elengedjük a lónak a fogantyúját, aztán úgy, így egyensúlya. Mi a nehéz ebben? Igazából nagyon semmi sem nehéz ezek közül a gyakorlatok közül, de nagyon jók. Szerinted nehéz? Nem nehéz. Melyik a kedvenc feladatod, amit jól tudsz már? Hát a malom. Így fordulok a lovon körbe. Nekem a labdás. A mazsorett táborban 12 gyermek táncol a héten. A foglalkozás vezetője a Csipke Rózsika és a Hattyúktava története köré építette a tematikát. A mesékből vettem az ötletet. A tábor első 2 napjában a Csipke Rózsikát dolgoztuk fel. Ahogy én dolgozom, ez mindig egy történetet akar. Belebújunk a szereplők szerepébe, és már most, amíg a tábor ideje alatt is törekszem arra, hogy valamit megmutassunk, valamit előhozzunk, az érzelmeket előhívjuk, és ugye itt most szavak nincsenek, csak mozdulatok, és fantasztikusan sikerült, tényleg nem csak mazsorettek vannak a táborban, és tehát nem venni észre, hogy ők nem azok, és pillanatok alatt elő tudtuk adni Csipke Rózsikának a báli bevonulóját, bevonultunk a bálterembe, van egy hercegünk is, ő a segítségünkre volt 3 tündér, aki elvitte Csipke Rózsikát, hogy aludhasson 100 évet legalább, és a végén Csipke Rózsika visszatért. Tehát fantasztikusan, nagyon szeretem a gyerekeknél a mesét alkalmazni, mert az mindig csupa-csupa érzelem, és erre szükségünk van. Volt még egy történet, a Hattyúktava. Elkezdtük a kezdő lépéseket. Kis hattyúk, hattyúhercegnő, fekete hattyú, szintén egy történettel találkozunk, amikor ugye említettem a fekete hattyút, ő a gonoszt, a rosszat képviseli, de a mese végére, a történet végére ő is szeretettel, nincs más választása, fehér hattyúvá fog változni. Most mi a balett mezeire nem megyünk, csak nagyon apró pici lépéseket teszünk a karmozdulatok miatt, a fejtartás miatt. A IMSK-ban működik az év során mazsorett csoport is, a nyári kurzus azonban játékosabb. Tanultunk új lépéseket, színdarabokat, és hogy hogyan tudunk szépen állni a koreográfia közben, ilyeneket.
Te mazsorettes vagy egyébként? Én nem, csak szeretnék járni. Miért tetszik neked ez? Nekem azért, mert új dolgokat tanulok, és tetszenek ezek a táncok is. Jó a csapat is? Igen. Mennyire készíti egy ilyen tábor elő az éves munkát? Azt gondolom, hogy alapot ad, bár ott ennyire nem megyünk bele a mese világába. A karnagyúrral nagyon jól együtt tudunk működni, és például a Sofia számunkat, ő javasolta, hogy merjünk belevágni a könnyűzenei műfajba. Ezt most a táborba is behoztam, már csak azért is, hogy a társaságban vannak mazsorettek, és vannak nem mazsorettek, és ők tegnap próbálták először, ma meg már bemutatták ők is, tehát ők is bele tudtak simulni. Ott más a tematika, ott induló, a magyaros jellegű darabok, tehát ott a közönség az egyik fő pillér a közönségnek, úgymond a szórakoztatása, és ugyanakkor én mindig törekszem arra a legelső pillanatra, hogy valamit mindig átnyújtsunk, hogy legyen egy mozdulat, amit a közönség haza tud vinni. Tehát ott más, ott komolyabb. Itt a játék, a mese, az egymásra odafigyelés sokkal jobban. Az egymásra figyelés ott is megmaradt, csak fegyelmezettebb formában. Tehát ott már a szabályok nehezebbek egy kicsit, de több korosztályban szerencsére most el tud indulni, úgyhogy mi felvesszük a lépést, ahogy tudjuk. A IMSK ezzel a két kurzussal zárta a vakációt, hisz mától a kötetlen foglalkozások helyét átvették az iskolai tanórák. Szeptember 3-án vasárnap újra kirándulni indulnak a JMSK bakancsos természetjárói. A túrázók Herendre indulnak, útba ejtik az Augustin tanyát, ahol rövid megemlékezést tartanak, majd Bakonybélbe folytatják útjukat. A csapat 7 óra 40-kor indul az autóbuszpályaudvar 1-es kocsi állásáról. A túra ajánlat után lássuk, mit kínálunk Önöknek a hétvégére és a jövő hétre. A program kínálatunk kiemelkedő eleme a szerdán kezdődő 5 napos pápai csülök, cicege és borfesztivál. A rendezvény részleteiről a következő percekben hallhatnak. A Pápavárosi Televízió eheti programajánlójában szeptember 2-ától szombattól 8-áig péntekig ajánlunk Önöknek helyi programokat. Kossuth Lajos születésének 215. Pápaváros diszpolgára avatásának 130. a Pápai Kossuth utca elnevezésének pedig 125. évfordulója alkalmából emlékelőadást szervez a Pápai Jókai Kör. A helyszín a Jókai Morvárosi Könyvtár, az időpont szeptember 7-e csütörtök 17 óra. Kossuth Lajos életéről, kultuszáról, megyei környékbeli kötődéséről vetített képes előadást tart Kerecsényi Zoltán lokálpatrióta önkormányzati képviselő. A programon közreműködik Bakodi Lászlóné, a Jókai Kör tagja. A rendezvényre szeretettel várnak minden érdeklődőt. Szeptember 8-án pénteken 17 órakor szintén a Jókai Morvárosi Könyvtárban az olvasóteremben kerül sor Molnár Lajos Pápai Mozaikok című könyvének bemutatójára. A programon egy ehhez kapcsolódó kiállítás is nyílik Pápa városát ábrázoló festményekből. Az eseményen köszöntőt dr. Herman István könyvtárigazgató mond. A kiállítás szeptember 28-áig tekinthető meg a könyvtár nyitvatartási idejében. Jövő héten szerdán indul és egészen vasárnapig tart az idei pápai csülök, cicege és borfesztivál. A program helyszíne ezúttal is az Eszterházi kastély udvara, ahol hétköznapokon 17 órától, a hétvégén pedig 16 órától várják az érdeklődőket. Finom ételekkel, italokkal és neves fellépőkkel. A borpénteken a színpadon közreműködik az Egyházaskeszői Néptánccsoport, a Munkácsi Zenestúdió, a Marching Jazz Band, a Miskolci Illés Emlékzenekar és a Pápai Vadvirág. A hétvégi programokról egy hét múlva a jövő heti ajánlóműsorban hallhatnak.
A Deák Ferenc utcai Petőfi mozi szeptember 7-től 13-áig felújítás miatt zárva tart. Addig azonban még sok filmet vetítenek. Látható lesz többek között az Emoy film című 3D-s animáció, vagy a Szerencseháza című amerikai vígjáték. Ez utóbbiból íme egy kis előzetes. Jaj, nem, én nem merem. Én nem nyitom meg, nyissátok meg ti. Ha nemet mondtak neked, mi is nemet mondunk rájuk. Ha nem kell, ez nekik hülyék. Felvettek! Egy apának az a dolga, hogy valóra váltsa a lánya álmait. Ő azt hiszi, van pénzünk tandíjra, de nincs. 15 millió dollár? Nem, 1000, drágám. Hú. Ó, te jó ég, egy zapszem sem fért bele. Igen. Ha nem lesz pénz, nem tud egyetemre menni. Verjük át, a szülei vagyunk. Különben esetleg rájön, hogy mindent teljesen elcsesztünk. Jó napot. Tudom a módját, hogy kereshetik meg 8 fél év tandíját. Egyetlen hónap alatt. Illegális kaszinóban. Számoltam. És nagyon megéri. Ezt add össze. Ha 40 éves vagy és 20 évre lecsuknak, hány évesen szabadulsz? 90. Nem. 100. Drágám. Kolecetli, azon kiszállom. Aki Vegászt akarja lenyomni, nézzen ki úgy, mint Vegász. Van manikűrösünk, van masszázszalonunk, és nem fogják elhinni, hogy mi van még itt. Striptease bar, nem? Ki az a kisfiú? Ó, már 11 éves, és fantasztikus DJ. Told a ritmus! Idén-nyáron. Anyával sokáig fogunk dolgozni esténként. Nem tudom miért, de úgy érzem hazudtok. Szeretünk téged, és büszkék vagyunk rád. De arra kérlek, kussolj. Bocs, mit mondtál? Szülőnek lenni nehéz. Fordul a kocka. Gyanús nekem ez a társaság. Bunyózó barátokra fogadunk. Változatos programot kell kínálnom. Márta és Laura egész jól nyomja. Már évek óta együtt járnak önvédelmi szakkörben. Ó, megajtózta. Nem tudom miért, de annyira imádom ezt. Női napszemüveg van rajtad? Nem, csak olasz. Vadmacskának érzem magam. A lányunknak egyetemre kell mennie, ezért álltunk bűnözőnek. Sajnos van egy kis gondunk. Hisz ez sal! Keményen lépünk fel, minden író a kaszinóban. Meg akarsz lopni minket? És hogyha igen, arra mit léptek? Hú, de megijedtem! Majd én csinálom. Nem, én csinálom. Hé, ne hallgassatok a feszével! Mit csináltál? Jegyezd meg, hogy így jár, aki jatúz velünk. A Szerencseháza. Nyáron a mozikban. A Deák Ferenc utcai filmszínház részletes műsorairól a Petőfi mozi Pápa Facebook oldalán vagy a nyomtatott mozi műsorból tájékozódhatnak. Vissza a forráshoz. Ez a címe idei vallási műsorunknak. Ebben az évben egyházi magazin műsorunk arról szól, hogy miért is fontos az, hogy visszataláljunk a forráshoz, vagyis Istenhez. A szeptemberi adásban a Tókerti Katolikus Gyülekezet vezetője és a közösség tagjai mondják el gondolataikat a témával kapcsolatban, majd Szakács Gergely református lelkipásztor elmélkedik. Következzen egyházi magazin műsorunk, a Forrás. Amióta én a plébánia hitoktatója vagyok, azt tapasztaltam, hogy az itt dolgozó plébánosoknak és a híveknek mindig fontos volt a hitoktatás és a gyerekek. Az első dolog, amit ezért bevezettünk, hogy havonta egyszer, minden hónap utolsó vasárnapján diákmisét tartottunk. Ez kezdetben valójában annyit jelentett, hogy a prédikáció a gyerekeknek szólt, az ő szintjükön lett elmagyarázva az adott szentírási rész. Körülbelül 12 évvel ezelőtt egy maroknyi csapat elhatározta, hogy a havonkénti diákmiséket megpróbáljuk egy kicsit közelebb hozni a gyerekeknek azzal, hogy
a diákoknak szóló prédikáció mellett gitáros dalokat énekelünk a gyerekeknek. Úgy gondolom, hogy ez a döntés kedves volt Isten előtt, hiszen a mai napig ebből a maroknyi csapatból alakult, és azóta több taggal bővült Szent Benedek kórus szolgál a havonkénti diákmiséken. 10 évvel ezelőtt a kórus tagjaiban felmerült a gondolat, hogy a karácsonyi és a húsvéti készületben vidám családi délután keretében szólítsuk meg a gyermekes családokat. Így megszerveztük adventben az adventi családi délutánt, nagyvődben pedig a húsvéti családi délutánt. Ezeket a családi délutánokat mindig gitáros szentmisével kezdjük, és a prédikáció közben egy-egy rövid bábjelenetet is elő szoktunk adni. A szentmise után több helyszín közül lehet választani, a gyerekeknek kézműves helyszínek vannak, a felnőtteknek pedig vagy egy előadás, vagy egy filmvetítés. A Plébánia Rózsafüzér Társulata és Caritas csoportja pedig mindig szeretett vendégségre várja a jelenlévőket. 6 évvel ezelőtt pedig megszerveztük az első nyári hittanos táborunkat, amely azóta is nagy sikerrel zajlik. Ezt bizonyítja, hogy nyaranta több mint 40 alsós gyermek szokott részt venni a táborokban. Minden évben más-más témát vettünk alapul, beszéltünk a bibliai hegyekről, a bibliai vizekről, volt, hogy Jézus életének egy-egy fontos eseményét vettük végig, de volt tábor, ami a bibliai gyerekekről is szólt. Én nagyon örülök, hogy ennek a plébániának lehetek a hitoktatója, és hálás vagyok Istennek, hogy ezekben a gyermekprogramokban mindig részt tudtam venni. Köszönöm László atyának is, hogy mindig mindenben segített bennünket, és remélem, hogy hamarosan megvalósul az a vágyunk, hogy a plébánia tetőterében egy nagy közösségi termet tudjunk kialakítani, mert így még több lehetőségünk adódik majd, hogy megszólítsuk, és Istent közelebb vigyük a gyerekekhez. Lassan 2 évtizede, hogy a kántori székbe kerültem, az orgona mögött ülök, előtte még csak a hívekkel együtt énekeltem ezeket az egyház éneket és liturgikus dallamokat. Mikor először elkezdtem ezt a kántori foglalkozás, vagy ezt a kántori feladatokat ellátni, nem tudtam, mi a feladat a kántornak. Az évek során azért kikristályosodott az emberbe, hogy mi is egy kántornak a hivatása. Úgy tudnám ezt megfogalmazni, lehet, hogy kicsit filozofikus lesz, hogy ezeken az egyházi énekeken és dallamokon keresztül összhangba hozzuk a hívek lelkét a hívek szellemével, a dallamok és a szövegek alapján, és ez a lélek és a szellemnek az összecsengésével összhangba kerülni a Jóistennel. Tényleg filozofikus, de ez nagyon egyszerű, hogyha értjük a dallamot, nem csak hallgatjuk, hanem értjük is, amit énekelünk, akkor közelebb kerülünk a Jóistenhez. Én elmondhatom azt, hogy a évi 200, nem tudom hány mise után mindig jókedvűen jövök ki, lehet, hogy rohanni kell a következő misére, de mindig megtalálom az összhangot a Jóistennel. A kántor feladata ez, hogy ne csak én találjam meg, hanem a hívek is megtalálják. És én nagyon büszke vagyok a Szent Benedek plébánia közösségére, mert lelkesen énekelnek, tudják, mit énekelnek, értik, amit énekelnek. Ezért én többnyire mindenki által ismert, közkedvelt énekeket játszom. A hívek ezt nagy szeretettel éneklik. Volt olyan, hogy elment a hangom, és ennek ellenére működött az ének, kisegítettek, és erre tényleg nagyon büszke vagyok, hogy ők ilyen alázatosan viselkedtek irányomba, és a zene iránt. Az imént említette a Marian, hogy a Szent Benedek kórus szokott zenélni a diákmiséken, a hónap utolsó vasárnapján, könnyű zenei eszközökkel, tehát szintetizátorral, gitárral, ami szintén természetesen a hitünket erősíti, és én nagyon örülök, hogy ez ebben a templomban ilyen szépen működik. Erre visszautalnék arra is, hogy László atya nemrég meghívott Debrecenből 22 gitárost, ami felemelő volt, csodálatos volt, ami 22 gitáros énekelt itt a misén. Nekem is van egy kicsi kórusom, akiknek a tagjai főleg a passiókon vesznek részt, de nagyon komolyan veszik. Legutóbbi passión például az egyik szereplőm, a Jézus Angliából jött haza, hogy ezt elénekelhesse. Illetve nagyobb ünnepeken segítenek nekem. Az a tapasztalatom, hogy az éneklés, a Jóisten az emberek
lelki üdvére teremtette. Sokan vannak, akiknek az éneklés, nem az énekléssel emelkednek ki az átlagból, nem a muzikalitása a fő erősségük, mégis szeretnek énekelni. Én nagyon rondán rajzolok, ezért nem is szeretek rajzolni. Viszont azok, akik nem tudnak énekelni, mégis szeretnek énekelni, mert így közelebb tudunk kerülni a Jóistenhez, összhangba tudunk kerülni a Jóistennel, és én nagyon örülök még egyszer annak, hogy ez a kis közösségünk, ez a Tókerti plébánia tagjai hol reszelősen, hol egy kicsit fahangon, hol hamiskásan, de fölvállalják hangokat, énekelnek, és így kerülünk összhangba a Jóistennel. Szombatonként, a mise előtt fél órával, minden szombaton elimádkozzuk a rózsafüzért. Van egy csoport, aki mindig megjelennek és vállalják az imát. Ha valaki hiányzik, akkor szólás nélkül önként vállalja valaki. Nem kell hátranézni, nem forgolódnom, már mondják a rózsafüzért. Minden hónapra van ima szándék. Ha kapunk kérést betegségért, akkor külön értük imádkozunk. Sokan megtapasztalták már a szűzanya segítségét. A Szent Benedek ünnepre a Szent Benedek imájával és énekével készültünk. Sajnos nagyon sok az idős beteg rózsafüzéres, ezért szeretnénk, ha a fiatalokat meghívni a rózsafüzérben. Egy fohásszal szeretnénk befejezni. Édesanyai szíved szeretetére kérünk, jó anyánk, áldj meg, segíts minket, hogy mindnyájan, akik oly belsőségesen szeretünk téged itt a földön, családjainkkal és szeretteinkkel odaát együtt áldhassunk téged. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 50 éve járok ide a Szent Benedek plébániára. Egyik legidősebb tagja, már nem sokan vagyunk, akik ilyen régen ide járnak. Férjem 40 évig volt egyházközségi képviselő, sajnos ő 8 éve nincs köztünk. A három gyermekemmel rendszeresen templomba járok voltunk, ők is kirepültek a családi fészekből, de családjukkal együtt alkalomottán nagyon szívesen visszatérnek ebbe a kicsi, de annál szebb és családiasabb kis templomba. A László atya 4 évvel ezelőtt fölkért arra, hogy karitás csoportot alakítana, hogy lennék-e tagja. Szívesen igen mondtam, mert a karitázi tevékenység a hitről és az önzetlen tenni akarásról szól, és ez nagyon közel áll hozzám. Nem nagy dolgokat tudunk csinálni, de évente kétszer rendezünk tartós élelmiszergyűjtést, és szép eredménnyel, és amikor azt szétosszuk és kivisszük a rászorulóknak, azt tapasztaljuk, hogy nem mindig az adomány a lényeg, hanem az, hogy elbeszélgessünk velük, meghallgassuk gondjaikat, bajaikat, el tudják mondani, és sokszor ez többre becsülik, és akkor találtunk olyant, akinek tűzifára lett volna szüksége, mert másnap már nem tudott befűteni. Tűzifával segítettük, bevásároltunk, gyógyszert kiváltottunk, és orvosi segítséget is nyújtottunk már rászoruló idős embereknek. Amíg ilyen jó lelki vezetőnk van, mint a László atya, és a Jóisten ad erőt, egészséget, szeretném ezt tovább folytatni, amennyire erőnk engedi. Plébániánk védőszentje Szent Benedek, akinek a szobrát látjuk is itt a háttérben, és ő a bencésrend alapítója, akinek jelmondata: imádkozzál és dolgozzál. És ahogy hallottuk az iménti megszólalásokban, vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy tanúságtételekben, azt hiszem, hogy nagyon jól kidomborodott a kettő fontossága, nem csak a plébánia hívei életében, de egyáltalán az ember életében, hiszen mind a kettő fontos, az imádság és ugyanakkor a munka, a tevékenység is. Itt a plébánia hívei mindkettőt nagyon szépen magukévá tették, mindkét gondolatot,
ahogy hallottuk, a Rózsafüzér Társulat az, aki megalapozza a plébániának az életét az ő áldozatvállalásukkal, imádságaikkal, amit közösségben végeznek, részben itt a templomban, illetve a saját otthonaikban egyedül, amikor azt a tized rózsafüzért, amelyet vállaltak, azt elimádkozzák, akár közösségben, akár pedig egyénileg. És igazából ez az alapja a plébánián folyó minden munkának és minden tevékenységnek, a hitoktatásnak, az énekkari szolgálatnak, a papi feladatok ellátásának, illetve a rászorulókkal való törődésnek is az imádság adja meg az alapját. És ugyanakkor nyilván nagyon fontos a másik is, a munka, a tevékenység, hisz ami itt az udvaron van, a plébánián, a templomban, az mind-mind az itt élő embereknek a kétkezi munkáját is dicséri, imádságait, áldozathozatalát, és valóban az önkéntes kétkezi munkájukat. Itt szinte soha nem kell külön szólni, hogy füvet kell vágni, vagy árkot kell takarítani, vagy gazolni kell, hanem az emberek ezt maguk észreveszik, megszervezik, és mindent nagyon szépen rendbe tesznek. Azt hiszem, hogy ez is bizonyítja, hogy valóban nem csak a jelmondatunk nekünk is, Szent Benedekhez hasonlóan, hogy imádkozzál és dolgozzál, hanem ez az embereknek a mindennapi életének szerves részévé vált. Az ima az, ami mindennek megadja az alapját és az értelmét, és ugyanakkor kiki a maga lehetőségéhez mérten, fizikai erejéhez mérten hozzáteszi azt, ami én úgy gondolom, hogy tőle leginkább kitelik. Úgyhogy én nagyon köszönöm a plébániánk híveinek, segítőinknek, támogatóinknak, adományozóinknak, akik ugyancsak hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a plébánia valóban élő egyházközség legyen, és én is úgy gondolom, ahogy a kántor úr mondta, hogy öröm az, amikor liturgián vehetünk részt, szentmisén, közös imádságban, vagy éppen felszabadultan ünneplünk egy szentmise után, akár a hittanteremben, akár itt az udvaron, hiszen közösségteremtő jellege is van a plébániának. Ebből a célból nyilván nem véletlen volt az is, hogy polgármester úr megépítette itt a kemencét, aminek nagyon nagy hasznát vesszük, hisz voltak már itt óvodás csoportok, felnőtt csoportok, csángó gyerekeket is vendégül láttunk a nyáron. Ezek mind-mind én azt hiszem, hogy előre viszik a mi ügyünket, hogy tudjuk ápolni közösen a keresztény és magyar értékeket. János evangéliumának a 6. részéből olvasom a 16-tól a 21. versig terjedő szakaszt. Este felé lementek tanítványai a tengerhez, hajóra szálltak, hogy átmenjenek a tenger túlsó partjára, Kapernaumba. Sötét volt már, és még nem ment oda hozzájuk Jézus. A tenger pedig háborgott, mert nagy szél fújt. Közben eljutottak mintegy 25 vagy 30 futamnyira, amikor meglátták, hogy Jézus a tengeren jár, és közeledik a hajóhoz. Megrémültek, de így szólt hozzájuk. Én vagyok, ne féljetek. Fel akarták venni a hajóra, de a hajó egyszeriben odaért a partra, ahová tartottak. Jézus a vizen jár, ez a talán legismertebb csoda története és a legtöbbet vitatottabb. Most nem arra szeretnék figyelni, hogy mennyire valós, hihető vagy éppen hihetetlen ez a történet, hanem sokkal inkább ez emögött megrejlő üzenetre, mélyebb tartalomra. A tanítványok egy jó 5-6 kilométerre beelveztek már a Genezáreti tóba, a tó közepe táján járhattak, amikor a nagy viharban küszködtek a széllel, a hullámokkal, nem igazán tudtak előre jutni. Ismerős élethelyzet ez a számunkra, hiszen nagyon sokszor kihívásokkal nézünk szembe. Hatalmas hullámok azok, amelyekkel szembeállunk, amelyek úgy érezzük, hogy az életünk hajóját, kis csónakját képesek akár fel is borítani. Gondolhatunk akár az iskola kezdésre, az egyetem elkezdésére, ami sok új helyzetet, élethelyzetet eredményez számunkra. Vagy akár munkahelyi nehézségekre, vagy a családon belüli gondokra, tragédiákra, terhekre.
Ott evezünk ebben a kis csónakban, küszködünk, és nem jutunk előrébb. Jézus megjelenik, és így szólít meg, én vagyok, ne féljetek. Jézus ott terem a tanítványok mellett, csodálatos módon. És ezzel azt üzeni, hogy ott van mellettünk a nehézségekben, a küzdelmekben, a kihívásokban, ott van velünk a szorongások közepette, ott van a stresszes élethelyzetekben is. És azt mondja, azt üzeni, én vagyok, itt vagyok melletted, ne félj. Jézus jelenléte békességet teremt a szívünkben. Ha valóban hisszük és elcsendesedve átérezzük, hogy ő ott van még a legnagyobb mélységekben is, a legháborgóbb élethelyzetekben is, akkor ő képes békességet adni a szívünkbe. Ő képes bátorságot önteni belénk, amikor félünk, amikor szorongunk. Ő erővel tud minket eltölteni, amikor úgy érezzük, hogy elfogyott az erőnk. Eszköztelenek vagyunk. Jézus minden élethelyzetben odalép hozzád, mosolyogva rád tekint, és ezt mondja, ne félj, itt vagyok, veled vagyok. Amen.